Még el sem kezdődött az iskola, de vannak, akik már a felvételin gondolkoznak. A szakemberek szerint a 6-8 osztályos gimnáziumba készülő gyerekeket képességeik alapján fél egy évvel a felvételi előtt érdemes elkezdeni felkészíteni a feladatra. Általában, ha egy jó képességű gyereknek, aki az iskolában tényleg ötösre teljesít, és önmagával is elégedett, a tanító is elégedett, a szülők is elégedettek, akkor is szüksége van egy fél éves ráhangolódásra, hogy a felvételin koncentráltan tudjon dolgozni, és azt a 245 percet, ami rendelkezésére áll a gimnáziumi felvételin magyarból és matekból a feladatlap megoldására, azt időre, és olyan eredménnyel tudja megoldani, hogy ez lehetőséget adjon a kiválasztott helyre való jelentkezésre. A nyolcadikosok erre már életkorukból adódóan is felkészültebbek, de a negyedik és hatodikos gyerekek még nagyon kicsik ehhez. Lehet, hogy még nem is volt ilyen erőpróba az életükben, ha nem vettek részt valamilyen versenyeken az addigi kis életük folyamán. Tehát őnekik technikákat is kell tanítani, feladattípusokat is kell tanítani, mert lehet, hogy az iskolai rendszernek nem volt annyira része, hiszen az nem erre a versenyre kondicionálja a gyerekeket, és lélekben is fel kell készíteni őket, hogy egyrészt arra, hogy ezen sok múlik, és ettől ne féljenek, hanem kihívásnak érezzék, és talán ez a legkomolyabb feladat benne, hogy hogyan lehet a kezdeti félelemből, ami a gyerekben, szülőben is benne van, egy jó értelemben vett kihívásnak egy ilyen pezsgésé alakítani az egészet a felkészülési folyamatban. Nagyon ideje van, aki most január 17-én szeretne központi írásbeli felvételit írni, annak el kell kezdenie készülni erre.